A Komáromi Jókai Színházban bemutatták Presser Gábor, Sztevanovics Dusán, Horváth Péter a Padlás című musicaljét Méhes László rendezésében. A darab jubilál, 30 évvel ezelőtt mutatták be, és a komáromi előadás rendezője a Víg Színházi ősbemutatón herceg szerepében állt színpadra, aztán pedig még több mint 300 alkalommal bújt, a Csipke Rózsikát megcsókolni nem merő, így felébreszteni sem tudó, finom lelkű szellem szerepébe. Már akkor tudtam azt, amit most mondok, hogy valami hihetetlen erős zene, hihetetlenül gondolatgazdag, nagyszerű dalszöveg. Azt hiszem, hogy az egész előadásnak, vagy az egész padlás darabnak ez a legfontosabb vonzereje, a fantasztikuma. Azon kevés műzikelek egyike a padlás, ami elindíthat a nézőkben különböző gondolatsorokat. Úgy elgondolkodik az ember a világról, a saját magáról, az életről. Ég és föld között ott áll a padlás, a titokzatos, érdekes dolgokkal teli hely, ahová nem kevésbé érdekes emberek és lények érkeznek. A padlás egy betörés, két szerelmes fiatal és négy a túlvilágot kereső szellem története. Rádi, azaz rádiós, szabad foglalkozású, robotgépek fejlesztésével foglalkozó fiatalember. Ő ezért jár a padlásra. Csak az a világ, amire a rádiós vágyik, igazából megtalálja őt a saját padlásán, mert ez egy ilyen mágikus hely. És igazából, amit ő mindig keresett, a csodát, a túlvilágot, a földön kívüli lényeket, egyszer csak megjelennek a saját padlásán, tehát igazából itt a rádiósunknak a vágya itt valóra válik a darab során. Sünit a rádiós iránt érzett szerelme vonza a padlásra. Igaz, az elfoglalt fiú sokáig észre sem veszi a lány rajongását. A Sünit alakító Bárdos Judit pont egy idős a padlással. A legfiatalabbak, akik eljönnek, lehet, hogy nekik ez lesz az első padlás élményük, és ennek én nagyon örülök, mert hogyha ezt mi tudjuk nekik megmutatni, ezt a történetet, ez valamiféle pluszt ad nekem. Én magát a padlást igazából csak nemrég láttam egy színházban, de a dalokat ismertem. Valamiért ez mindig úgy jelen volt az életemben. Tehát a padlás dalokat azt mindig is tudtam, hogy azok vannak, és jók, és tudtam őket, és ismertem. Úgyhogy ez valahol ezt igazolja, hogy ez annyira erős. A szellemeket csak a tiszta szívű, tiszta lelkű emberek láthatják. Mamóka is ilyen, az idős, unokákra vágyó néni, a kiváló szilvás gombóc készítésének tudója. Tiszta szívű, és ezzel a tiszta szívvel, egy nyitott lélekkel fogadja be a szellemeket is, és a mesére áhítja a mesét, a csodás történeteket. Hogy még vele is történnek csodák, hogy bármi lehet még a világban, nem csak abban a kispadlásban, de kívül is. Csodár, jó, amikor az embert utoléri a csoda. B. Barrabás rabló. Ő üldözői elől menekül a padlásra, hogy aztán teste átmeneti otthonként szolgáljon a szellemek által olyannyira várt révész számára. A padlásra mindenki saját történetével, saját vágyaival, saját csodavárásával érkezik. Jó helyre jönnek mindannyian, hiszen mindnyájukkal megtörténik a csoda. Itt még Barabás szelleme is a javulás útjára tér. Mindenki jön egy saját történettel, és azt gondolom, hogy mindenki kivétel nélkül, nagyon remélem, hogy az előadásban is talál olyan dolgot, amitől elkezd rezonálni valamelyik része az életének, valamelyik része a lelkének, valamelyik része, és akkor ez megérinti. Az előadás díszletét Juraj Gráfel tervezte, a jelmezek Gadus Erika munkáját dicsérik, zenei vezetőként Gebóra György működött közre a komáromi padlás létrehozásában.